Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok, én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, akinek életében mindig nagy szerepet kapott a mozgás, a másokkal való együttlét, a közösen elért cél. Eredményes futballista múltja igazolja, hogy jó csapatjátékos. A vendéglátásban eltöltött több mint egy évtized alatt pedig az is kiderült, vezetőként is megállja a helyét. Aztán profilt váltott, és a multik világában további komoly tapasztalatokra tett szert, értékesítőként, majd trénerként. Pár éve úgy döntött, jobban megvizsgálja, ki is ő, mik az erősségei, és hogyan tud másoknak is segíteni. Vendégem ma este Kardos Roland, akit köszöntök. Szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét! És szándékosan nem mondtam hozzád titulust, mert hogy abba egyeztünk meg, hogy majd ezt te elmondod, hogy végül is minek, kinek gondolod magad? Hogy határozod meg a saját területedet? Hát ez egy jó kérdés. Felnőtt kérdésben mozgulódom egy 13-14 éve, hogyha összeszámolom az éveket. Én azt gondolom a coachingról, trénerségről, hogy inkább azok módszertanok. Dunát lehetne rekeszteni most már a coaching titulussal, ami egyrésztről szerintem nagyon jó, hogy különböző területekre is befolyt ez a segítő szakma, vagy támogató szakma. Amikor én 2 évvel ezelőtt 9 év után eljöttem egy multinacionális cégtől, akkor nagyon elkezdtem tudatosan foglalkozni magammal, hogy ki vagyok én. Kevésbé akartam magam coachnak hívni. Inkább arra néztem rá, hogy ki vagyok én, milyen személyiségtípus vagyok, mit tudok, milyen tapasztalatom van, és hogyan és miként tudom én támogatni az embereket. Segíteni. És hogy hogyan, igen. A coach, mint olyan, mint titulus, azt azért nem akartad magad mellé tenni, mert hogy ez egy ilyen nagyon általános, sokakra ráhúzható, de mégsem tudjuk, hogy pontosan mit ad. Magával a coaching folyamattal, vagy a coaching módszertannal én nagyon-nagyon tudok azonosulni. Uh-huh. Azért, ha azt mondjuk, ez nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás, tehát a coaching folyamat egy baráti beszélgetés, amiben a felelősségvállalásod és a tudatosságod erősödik saját témáddal kapcsolatban, akkor ez egy nagyon jó dolog. 4 különböző coaching iskolát is elvégeztem az elmúlt 9 évben, tehát azért tudok ezzel azonosulni. Tehát benne van abban a kis kirakósban, amiből te összeraktad magad? Abszolút benne van. Nekem is nagyon sokat segített az életemben, és hogy szeretek így működni. Akár egy személlyel, vagy egyénnel kapcsolatos, vagy akár csoport coachingról beszélünk. De hogy inkább egy ilyen innovátornak és egy ilyen fejlesztő szakembernek tartanám magam, akik erre eredményeket embereken keresztül, vagy emberekkel érje. Aha. Ebben jobban hiszek, és ez inkább több mindent akar, mint hogy éppen coaching módszertant alkalmazok egy programon. Akkor azt mondd el, hogy mi a különbség? Tehát mi az, amitől te azt érzed, hogy az a fajta módszer, hogy mert hogy ez ugye kiderült, meg egyértelmű, hogy mindenképpen valamiféle segítés vagy fejlesztés, nem is feltétlenül segítés, inkább a fejlesztés szerintem a jó szó, mert ha jól értem, meg jól érzékelem, akkor nem olyan emberekkel foglalkozol, akiknek valamilyen problémájuk van, és téged felkeresnek, hanem akik valamit szeretnének tökéletesíteni az életükben, tehát nem a probléma a jó szó. Hát én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy sok coach ismerősöm, meg szakember osztozik ezen a véleményen, hogy a coaching folyamat az nem mindenkinek jó. Nem mindenkinek kell elmenni coachhoz, vagy több alkalmas coaching üléseken részt venni. Saját tapasztalatom az, hogy akkor tud a coaching módszertan eredményre vezetni, ahogy most te fogalmaztál. Hogyha az emberben van egy szándék, hogy valamit jobban akar csinálni, egy döntési helyzet előtt van, amit meg akar oldani, valamiben fejlődni akar, valamilyen konfliktusát rendezni akarja, én nagyon-nagyon szeretem azokat az embereket, és nagyon tisztelem azokat az embereket, akiknek van szándékuk fejlődni, és valamit jobbá tenni. Hogyha azt gondolja valaki magáról, hogy majd ő egyedül megoldja, tök oké, szerintem. Nagyon sok ember képes erre. Vagy ha azt gondolja valaki magáról, hogy neki nem kell elmenni támogatásért bárhova, az is tök oké. Minden oké. Igen. De hogy... Az kérdés, hogy mi vezet a célra. Igen, abszolút, abszolút. Azoknak eredményes, azoknak szenzációs, és azoknak valós és való a coaching módszertan, amit az előbb mondtunk, hogy ha valamit jobbá akarsz tenni, és szívesen megbeszéled, egy nyílt szívű, nyitott, és érzelmileg nem bevonódott
szakemberrel, akkor ez nagyon erős támogatást tud nyújtani, igen. Mindig muszáj oda visszamennünk, hogy aztán mitől is jött ez a fajta érdeklődés a te életedben, mitől is fontos számodra, hogy emberekkel foglalkozz. És én mondtam neked, hogy ki fogom használni ezt a kis helyzeti előnyömet, hogy én már ismertelek téged 20 évvel ezelőtt is, amikor egy nagyon menő római parti étterem, kávézó, vagy nem is tudom mi volt, ilyen buli helynek voltál az egyik jelentős pincére, hogy így mondjam. Tehát valaki olyan, akihez szerettek járni, az emberek szórakozni. Tehát vendéglátás volt. Tetszett, hogy megfogalmaztad, köszi szépen. Én is így éltem meg, 13 évig voltam vendéglátós, és megint csak visszaköszön az, amit az előbb kérdeztél, és talán beleszőttem a válaszomba. Nagyon szerettem emberekkel együtt eredményeket elérni. Az én személyiség típusom az ilyen nagyon erre hajaz, és jól érzem magam benne. Már ezt innen látod, nem? Tehát, hogy persze, el kellett... Persze. Így van. A 13 év vendéglátó alatt én nagyon sok mindent csináltam, volt saját üzletem, billiárdszalonom, éttermeket vezettem, strandbüfét vezettem, Sziget-Szentmiklóson, voltam felszolgáló, kocsmában, rendezvényen, nagyon sok minden volt. De neked kell ott, az ember. Én nekem nagyon. Én nagyon szeretem a pörgést, meg az embereket. Aztán én labdarúgó voltam, másodosztályban fociztam, akkor éppen Blasz 2-vel, és volt egy sérülésem, szemeszét szakadt a jobb térdem, mind a három keresztszalag elszakadt benne, és utána jött egy kálvária, 6 év alatt 6 műtét, a mai napig csavarok vannak benne, és ott jött egy igény arra, hogy én ezt valahogy megváltoztassam a vendéglátós munkámat, és nem értettem semmi ez a vendéglátáson kívül, ezért elmentem egy biztosítóba dolgozni, ott is emberekkel kellett kommunikálni, és valami eredményeket elérni, elcsábítottak oda, és akkor jött egy bő 5 év, ahol 4 különböző területen próbáltam ki magam értékesítőként, hát ott sem szól másról, mint napnyugnap, hát, meg hétről hétre új ügyvezetőkkel tárgyalni, és eladni a terméket, vagy eladni saját magadat a terméken keresztül. Ott is volt az egyik iparágban, amikor egy csoportot vezettem, 27 fő tartozott talán. Mi voltunk az egyik legsikeresebb, leghatékonyabb értékesítő csapat Magyarországon az adott cégnél, akinek a viszonteladója voltam. És akkor utána jött egy multinacionális cég, egy amerikai tulajdonú multinacionális cég, ahol 9 évet töltöttem, ott már értékesítési trénerként. Hát jó, ez egy televíziós csatorna, ezt azért kimondhatjuk, ugye? Vagy... Nem televíziós csatorna, műsorgyártó csatorna inkább. A mozi csatorna, így ismerik. A felhasználók. Igen. És akkor ott értékesítő trénerként dolgoztam, vagy értékesítői trénerként, és az utolsó szűk 4 évet pedig belső trénerként és coachként. Gyakorlatilag ez volt az életutam idáig. Ezt akarom mondani, hogy tulajdonképpen azért téged így vitt, terelt az élete felé. Tehát nem voltak vargabetűk, nem volt olyan, hogy valami teljesen. Tehát ami közös, az az, hogy emberekkel, kommunikációval és személyiséggel, mert hogy azt gondolom, hogy a személyiségednek a megmutatásával, meg annak az erősségeivel kell dolgozni. Hát lehet így is fogalmazni, igen. Vitt az élet, és mindig valahogy ott találtam magam, ahol jól érzem magam. Ez azért fontos. És az, hogy megfelelő időben megfelelő döntéseket hoz, hogy merj változtatni, ez azért volt, mert volt kilátásban mindig valami, vagy egész egyszerűen, na ez is a személyiségedből fakad, hogy megmered kockáztatni, hogy váltasz. Hát nem biztos, hogy mindig jó döntést hoztam, kezdve az mondatod első részével, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy jó döntéseket hoztam. Így utólag azt mondom, hogy most jó helyen vagyok, és amit csinálok, azt nagyon élvezem. Tehát kvázi mondhatjuk, hogy jó döntéseket hoztam, vagy jó fele vitt az élet. És hogyha a második részére is akarok válaszolni, akkor én eléggé vakmerő vagyok, igen, ezt mondhatjuk. Az én személyiség típusom keresi a kihívásokat, és hogyha valami nem oké, akkor én azon változtatok. Azt gondolom, hogy így visszatekintve ez biztos, hogy segített mindig abban, hogy előre menjek, és hogy valami újba kezdjek, és valami olyat csináljak, ami még eddig nem volt, de szeretném csinálni, szeretném kipróbálni, szeretném jól csinálni, talán igen, ez elég erős bennem. Igen, én azt vettem észre, ugye én a közösségi portálon figyeltem fel arra, hogy neked ilyen saját tréningjeid vannak, mondhatom így, és azt gondoltam, hogy na, akkor a te életedben is eljött az, hogy mersz szabadon úszni.
Tehát, hogy elmerted engedni valaminek a kezét, ami azért egy elég nagy és biztos óriás volt melletted. És én mindig kíváncsi vagyok arra, hogy amikor ez megtörténik, akkor egyébként milyen változások történnek még az ember életében. Tehát, hogy létezik-e az, hogy ezzel úgy bemozdul az egész világ körülötted, hogy létezik-e az, hogy a mai társadalomban, a mai körülmények között ebben meg tudod állni a helyet, hogy a saját magad ura vagy, hogy ne adj Isten, te hozol létre egy társaságot, vagy egy olyan helyzetet, amiben másokkal együtt dolgozva a te módszereid szerint, tehát hogy egy csomó helyen te jelensz meg. Hadd ugorjak egyet vissza. Nekem pont a 9 éves multi környezet volt, ami nem megszokott volt. Tehát én előtte is így éltem, hogy pörögtem. Viszont ez a 9 év, ez iszonyatosan nagy stabilitást adott. Ezt jól érzed szerintem. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek a multi cégnek. Tehát ott amennyit fejlődtem, amennyit tréningre elküldtek, amennyire hagytak kibontakozni, amennyire támogattak, szerintem nem ugyanaz az ember lennék, hanem ott dolgoztam volna. Tehát én nagyon-nagyon nagy hálát érzek. Uh-huh. Az akkori... Hát kinevelődtél. hívjuk így. Az akkori főnök asszonyomnak és magának a cégnek. És visszakanyodva a kérdésedre, szűk két évvel ezelőtt jött el az idő, amikor úgy döntöttem, hogy ezt meg kell lépnem. És hogy tetszett, ahogy fogalmaztál, hogy ilyenkor kinyílik a világ. Uh-huh. És nekem nem voltak ügyfeleim, hisz a saját kollégáim voltak az ügyfeleim. 150-en vagyunk itt, vagy vannak még közép-kelet-európai központban. Nekem rengeteg ismerősöm és barátom lett a konferenciákról, a szakmai konferenciákról, a tréningekről, a szakmai összejövetelekről, és annyit csináltam, hogy jeleztem, hogy figyeljetek, itt vagyok. Átléptem a másik oldalra, én vagyok, ismertek, tudjátok, hogy ki vagyok, mit tudok, milyen erősségeim vannak, ha bármilyen tudlak titeket kiegészíteni, támogatni, együtt dolgozni, akkor másodszorra hallom ma, képzeld el. Igen? Aha. Hogy akkor, amikor egyszerűen csak kilépsz és jelzed, hogy itt vagyok, akkor azt mondja, ja, hogy téged lehet használni, téged lehet mozdítani, hogy te tudsz jönni erre, arra, hogy nem vagy oda bekövesedve, ez tényleg bemozdít mindent. Én ebben hiszek. Jó, ez egy jó hír, azért hangsúlyozom, igen. Mert akkor ez lehet bárki másnak motiváció. Igen. Jó pár szakmai közösségnek vagyok most a tagja, de egyébként meg szabadúszó vagyok, de hogy olyan kapcsolódásokat, olyan üzleti kapcsolódásokat sikerült kötnem, ahol nagyon egészséges az együttműködés, mindenki hozza a saját szakmaiságát, tapasztalatát, tudását, és ezzel erősítjük egymást, és így kapjuk a munkákat is, és így vagyunk jelen a piacon, hogy sok mindent tudunk, és nem biztos, hogy én kell, hogy értsek mindenhez, ebben is hiszek. Én ahhoz értek, amihez értek, de a szenvedéllyel csinálom, amihez nem értek, azt meg nem fogom elvállalni. Tehát ilyen alapon hát kell ebben egy erősen ismeret akkor. Igen, és kicsit még megint visszatérnék, hogy a személyiségekről kérdeztél egy pár perccel ezelőtt. Én talán 20 évvel ezelőtt kaptam egy könyvet kolléganőmtől, ez pedig a személyiség tipológiáról szólt, ami ennek a végén volt egy jó kis teszt, egy ilyen kézzel kitöltős X-elős teszt. Én akkor találkoztam először a diszkkel, és utána sokáig nem történt semmi, és én a multinacionális cégnél futottam bele újra, amikor én erős vágyam volt, hogy valamilyen jobb legyek, jobb tréner legyek, és kinéztem magamnak ezt a tréninget, és az akkori főnök azt mondja, eljött velem. Ez olyan 8-9 évvel ezelőtt volt. És hogy akkor döbbentem rá, amikre most így rá is kérdezel burkoltan, hogy milyen típusú ember vagyok, vagy kell egy jó önismeret. Én is azt gondolom, hogy minden embernek nagyon-nagyon fontos, hogy ismerje önmagát. Pontosan tudja, hogy milyen erőforrásai vannak, milyen gátjai vannak, milyen nehézségei, és én hiszek abban, hogy a megfelelő ember a megfelelő pozícióba aranyat ér. És akkor tudsz igazán boldog lenni, ha azokat a készségeket használod, amik igazából te vagy amit jól működtetsz. Na jó, akkor most hagyd kérdezzek egy kicsit kényeset. Te azért vagy egy olyan típusú férfi szerintem, aki jó kiállású, humoros, látszik, hogy olyan vezető alkat, jól van magával, nyilván az ellenkező nem képviselői is igencsak kedvelik, tehát hogy egy ilyen kívülről egy ilyen nagyon menő srácnak tűntél te 20 éve is, és mondjuk most is elmondhatom ezt rólad. Én azt gondolom, illetve arra vagyok kíváncsi, hogy amikor egy ilyen típusú ember leül maga gyengeségeit átvenni
akkor mi történik? Mert az erősségeid azok szinte rád voltak, vannak írva, közben lehet, hogy ez változott, vagy már máshova értékeled, de hogy az életkor szerint is, az életfolyamatok szerint is szerintem a szerencsésebbjének előjön az, hogy le kell ülni magával. Tehát én mindig azt gondolom, hogy annak örüljünk, amikor ezeket a nehéz tegeződéseket meg kell csinálni magunkkal. Te hogy élted meg? És van-e olyan gyengeséged, amire azt mondod, hogy ezt már kimered mondani, hogy ebbe például te lehet, hogy jobb, hogyha van melletted valaki? Szakmailag értem. Jó, de szép kérdés. Hát igyekeztem. Ha ebbe a szakmába szeretnél hiteles lenni, akkor azt gondolom, hogy az önismereten keresztül kell menned, ez nem kérdés. Eléggé céltudatos, eléggé erőteljes palinak gondoltam magam 20 évvel ezelőtt, és talán a személyiségem nem is változott, de hogy nagyon-nagyon fontos szembenéznünk önmagunkkal, és határozottan tudom mondani, hogy nagyon sok olyan dolog van az én személyiségemben is, ami nem túl erős, vagy nehézséget okoz, vagy meg kell vele küzdenem. Nekem ilyen például egész életre megkaptam kihívásként a türelmet, amivel nekem nagyon-nagyon sok nehézségem van, mármint hogy türelmesnek lenni. Azokat a dolgokat, amiket ilyen monoton módon nagyon részletgazdagon, sok dokumentációval és rendszerbe foglalva üzemeltetni kell, abban én nem vagyok jó, viszont hál' Istennek van rengeteg olyan ember típus, aki ebben zseniális, és egy mondat erejéig, hogyha eltérhetek ettől, akkor az elmúlt 13 év megtanította arra, hogy nagyon értékeljem a sokszínűségünket és a különbözőségeinket. Ez egy alappillére egyébként az én szemléletemnek vagy a munkámnak. Illetve visszatérve még a kérdésedre, nagyon-nagyon nehéz ezzel szembenézni szerintem, és az is igaz, hogy bölcsülünk, tehát ahogy előre megy az idő, azt gondolom, hogy mindenki elkezdi jobban megismerni magát, illetve azt gondolom, egy szándékkérdés, hogy ezzel foglalkozzál is, mert olyat is láttam, akinek ez nem volt fontos, és nem akart változtatni. Tehát ebben sem vagyunk egyformák. Ezért mondtam, hogy a szerencsésebbje. Tehát lehet erre nemet mondani. Tehát amikor eljön az idő az életedbe, hogy ezekre rá kell nézni, lehet azt mondani, hogy nem. Csak annak is van egy következménye. Azt én most annyira nem ismerem, meg úgy tűnik te sem. A másik útnak is van következménye, ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy van benne sok nehézség. Nagyon sok nehézség van benne, és megint csak azt tudom mondani, hogy zseniális emberkék vannak a Földön, és nagyon tudom tisztelni és becsülni azokat, akik rájönnek, hogy jó, ez az érzés, amit érzek általában, ez mit okoz a kommunikációmban, ha így kommunikálok, az mit okoz a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, beosztottamnak, partneremnek, és hogyha jól akarok lenni, jól akarom üzemeltetni a kapcsolati rendszeremet, vagy a kapcsolataimat, vagy a szeretteimmel jól akarok lenni adott esetben, akkor igenis változnom kell. És tök jó az, amikor azt mondjuk egymásra, hogy te ilyen vagy olyan, a körülmények, a rendszer, a politika, a nem tudom, a város, ahol fölnőttem, meg az iskola, meg egyébként is a tanárom. Ezek tök jó dolgok, de hogy szerintem szenzációs, amikor elkezd valaki magával foglalkozni, és rájön arra, hogy ebben jó vagyok, ebből többet kéne csinálnom. Hát ebbe kevésbé, most vagy foglalkozok ezzel, vagy nem csinálom. De ez azért kellene külső visszajelzések, nem? Mert pont az, amit mondasz, pont ezek a körülmények, a tanárom, meg a családom, meg a város, ahol felnőttem, lehet, hogy nem eléggé igazolta vissza, hogy én valamiben jó vagyok. És lehet, hogy hiába nézek rá, nem érzem, hogy mennyire vagyok jó. És akkor, ha jön egy jó visszajelzés, az segíthet. És ismerjük ennek az inverzét is. Igen, vezetőképzésben egy nagyon fontos modul a visszajelzés. És hogy én is azt gondolom, azt tapasztalom, hogy ma Magyarországon nincs meg a kultúrája ennek a fajta visszajelzésnek. A mindennapokban nincs meg, szerintem. 10-ből 8 ember nagyon szeret kritizálni, vagy véleményezni, vagy okokat keresni, és ami meg jó, az meg természetes. És hogy én azt tapasztalom, hogy borzasztó jól tud esni egy felnőtt embernek, ha azt mondják, hogy figyelj, ebben jó vagy. Te figyelj, ezt még ilyen jól még senki nem csinálta. Na, köszönöm neked, hogy ilyen vagy. Hogy hálás vagyok azért, mert ezt jól csinálod. Ezek nincsenek benne a kultúránkban, és hogy egy felnőtt embernek pontosan ilyen fontosságú szerintem az, hogy tudja, hogy mi az, amit jól csinál, tudja az értékeit, tudja, hogy jó helyen van, hogy ér valamit. Ezzel nagyon sokat szoktunk foglalkozni. Igen, azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb. És figyelj csak neked, így, hogy ebben a képzésben részt veszel, tehát, hogy te ezt adod magadból, így szinte elkerülhetetlen, nem? Hogy napi szinten reagálj saját magadra is. Tehát, hogyha ebbe te benne vagy, akkor egy kicsit sem tudsz elbújni magad elől. Kicsit se. Hogyha az emberekkel
foglalkozik valaki, vagy embereket támogat, akkor szerintem az percről persze egy önismereti tréning. Még ha én tartom akkor is, vagy coaching folyamat, vagy moderáció, mindegy, melyik módszertant hozzuk fel. Szerintem minden felnőtt szakember ezt gondolja, remélem, hogy folyamatosan figyelnünk kell magunkat, kontrollat kell tartani magunkat, és hogy nézni kell, hogy mire, hogy reagálunk. Nekünk is megvannak a nyomógombjaink, ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki, ez nem is kérdés, és hogy nekünk is vannak démonaink, meg nekünk is vannak kihívásaink az életben, de hogyha hitelesek akarunk maradni, akkor azt gondolom, ez egy ilyen életen áttartó figyelem. Na és figyelj, mi van akkor, hogyha éppen egy olyan sztoriba csöppensz, ami neked is nyomógomb? Akkor felteszed a kezed, hogy figyelj, ebben én most biztos nem tudok hideg fejjel segíteni, vagy ugyanígy szólsz, hogy ez most úgy tűnik nekem is feladat, nekem is meg kell dolgoznom. Mint felnőtt, fejlesztő szakember, mint coach kérdezed? Igen. Szerintem ez az etikába beletartozik, hogy nem vállalunk el mindent csak a pénzért. Ja, persze fontos a pénz nekünk is. Gondolnám én is. Nekünk is. Nekem volt olyan több is, amikor azt mondtam, hogy nem én vagyok az ő kócsa, nem én vagyok az a típus, aki tud ebben segíteni, és hogy ilyenkor szerintem ezt nagyon őszintén el kell fogadni, és meg kell beszélni. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM. Én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Kardos Zsolt, és végülis abban maradtunk, hogy ilyen fejlesztőnek, innovátornak titulálod saját magad, és én is ezt mondom. Szervezeteken belül foglalkozol te a munkatársak fejlesztésével, nyilván a cég érdekében. De hogy akkor legyünk már egy kicsit gyakorlatiasabbak, tehát mesélj arról, hogy hogyan is néz ki egy ilyen találkozás. Akár indulhatunk a felkérés részéről, hogy egy cég kitalál magának valamit, és akkor hogy talál meg téged, és mit kér tőled. Aztán persze abba is vezess majd be, hogy ez hogy zajlik. Hát igen, ez így történik. Egy igényt fogalmaznak meg a cégek, HR igazgatók, HR-esek, vezetők, hogy a csapatukat, munkatársaikat valamilyen fejleszteni akarják, és hogy ez milyen módszertannal működik, hogy ez most coaching folyamat, vagy csoportos coaching, vagy tréning, azt szerintem egy másik kérdés lesz, hogy mivel tudjuk inkább elérni a vágyott jövőt, vagy a célt, de hogy ők fogalmazzák meg, hogy miben. Különböző témakörök vannak nyilván, és itt mindig a céges érdek az első, de ugye én abban hiszek, hogyha bármilyen tréningre én elmentem, vagy valamilyen képzésre, amin én részt vettem, attól én több lettem, vagy több leszek. Igen. És hogy azt gondolom, hogy ez a, hát a személy... Ez hozzátesz az emberhez minden szinten. Abszolút, abszolút hozzátesz. Én ezért szeretem nagyon a felnőtt képzést. És hogy igen, a vágyott jövőt, vagy a célt, amit szeretnének elérni, hogy most jobb értékesítőket akarnak faragni a munkatársakból, vagy a vezetői kompetenciát kell egy vezetői csapatban erősíteni, vagy mentorokká szeretnék képezni a jó szakembereket, hogy majd ők ügyesen tanítsák be az újakat, vagy bármi is legyen a cél a munkavállalókkal, utána az egy tematikát igényel, vagy egy egyeztetést igényel, hogy ezt hogy fogjuk elérni. Egyébként ahhoz szerintem külön képesség kell, hogy valaki az ilyenfajta képzésekben szerzett rutint, vagy tudást, azt értse, hogy az életének más területén is hasznosíthatja. Tehát, hogy olyan furcsa, hogy időnként elküldenek egy céges fejlesztés, és igazából nem is ott hozza meg neked a legtöbb hasznot. Nagyon ritkán van ilyen, amikor azt mondja egy csapat, hogy amikor megkérdezem az elején, hogy mit vársz a képzéstől, miért vagy itt? Persze, mert arra koncentrál, nem? De hogy azt mondják, hogy nagyon ritkán azt mondják, hogy engem így küldtek. Tehát, hogy a főnököm küldött, ott akkor messzebbről indulok én, természetesen, mint hogyha valaki azért jön, hogy hú, ez az érdekes, ez a témában szeretnék fejlődni, akkor azért könnyebb dolgunk van. Igen. De hogy amit kiemelnék, az a viselkedés tipológia, ugye az a diszk, a személyiség. Igen, ezt egy picit jó, ha kifejtjük, mert ezt én se ismerem, de ez, már mondtad ezt a szót, hogy diszk. Ebben érzem azt, amikor megy a program, és esnek le a tantuszok, meg jönnek a részvevőkből az anyukám ilyen, a barátnőm ilyen, a feleségem, a férjem, akkor a gyerek, a főnököm. Tehát ott vannak nagy felismerések, és azt gondolom, amikor az ember saját magával, erről beszéltünk az előző részben, amikor saját magaddal elkezdesz foglalkozni az önismereti téren, illetve ezáltal sokkal jobban megismered a különböző embertípusokat, vagy akik körülötted vannak, akkor nagyon nagy felismerések lehetnek, és azt gondolom, hogy hosszú távon az egész életedben egy hatalmas és nagyon-nagyon hasznos tudást bírsz
magadévá tenni. Tehát amikor az értékesítőket képezik, hogy milyen típusú emberek vannak, vagy milyen típusú vevők vannak, akiket különbözőképpen kell megszólítani, különböző nyomógombjaik vannak, különböző módon kell velük tárgyalni, akkor azért bebejön a magánélet. Tehát ilyen szempontból a diszk, a viselkedés tipológia egy nagyon-nagyon hasznos az ember életébe. Bárhol van. Azért azt olyan nehéz elhinni, hogy mit tudom én, élünk 7 milliárdan a Földön, és ebből 4-5 féle, vagy nem tudom, néhány féle személyiség van. Vagy ez inkább erre a biznisz létre korlátozódik? Ha nagyon rövid akarok lenni, akkor már Hippokratész is elkezdte nézni, több mint 2000 évvel ezelőtt volt az orvostudomány megalkodója, hogy van 4 jól megkülönböztethető viselkedés és kommunikációs stílus. Minden 4 megvan van az emberekben, csak különböző mértékben. A mérték nem mindegy. Igen, aztán így persze 4-500 évente mindig valaki előhozta, vagy hozzányúltak. Amivel én nagyon szeretek foglalkozni, ez a diszk tipológia, amit már említettem, ezt az 1920-as években Dr. Marston, egy nagyon neves pszichológus, pszichiáter alkotta meg. Egyébként ő találta ki a Wonder Woman-t, és a mai napig használatos, rendőrség által használatos hazugságvizsgálót is. Elég jó koponya lehetett abban az időben. 4 aspektusa van, vagy 2 tengens grafikonon el lehet képzelni, van a fölül a gondolkodó, alul az érző, érzően működő vagy gondolkodóan működő embertípusok, és balra-jobbra az intravertált, illetve extravertált típus, és akkor mindenki ennek valamilyen egyvelege, mixe. Ami viszont nagyon fontos, ezt nagyon erősen szóba szoktam hozni, hogy azért ez nem tudunk dobozolni. Tudunk dobozolni ebből a szempontból, de nem is szabad dobozolni. Én azt gondolom, hogy a személyiségünk azért ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb. A viselkedési stílusunk, vagy a kommunikáció stílusunk az egy bizonyos százaléka a személyiségünknek, arra viszont nagyon jó keretet ad, hogy a különböző típusokkal hogy kommunikáljunk, mi az, ahogy ne, mert kiveri a biztosítékot, tehát vannak tilalomfák, milyen nyomógombjaink vannak, hogy tudjuk a különböző típusokat motiválni, milyen elsődleges érzelmeik vannak különböző helyzetekben, lásd stressz helyzet. Tehát a vezetőknél, a vezetőképzésben szerintem nagyon fontos, hogy milyen típusú embert hogy kell motiválni, vagy hogy kell irányítani, vagy rávenni arra, hogy együtt dolgozzunk, és a cél érdekében minél jobbat kihozni belőlünk. A HR-esek nagyon-nagyon sokat használják már ez a megfelelő ember a megfelelő pozícióban. Különböző profilokat lehet alkotni már a pozícióra, és ez szerint keresni. Igen, egy kicsit egyébként olyan rémisztő az jutott eszembe, hogy Jézusom, az milyen már, amikor kiképeznek embereket arra, hogy hogyan közelítsen az ilyen, tehát hogy ismerje fel bizonyos személyiségjegyekből vagy viselkedés formákból azt, hogy milyen típussal áll szembe, és akkor szépen vegye elő onnan hátulról, az alkalmazásból, ami az agyába fut, az ennek megfelelő viselkedést, hogy célhoz érjen. De közben azért meg azt gondolom, hogy a megfelelő embert a megfelelő helyre, az nem egy rossz gondolat. Tehát, hogy tényleg munkájának az elváráshoz képest megfelelő habitusú ember kerüljön oda, azzal megspórolunk időt, energiát, frusztrációt, problémát mindenkinek. Abszolút. Nagyon könnyen hangzik, 3 lépése van. Nyilván az önismerettel kezdődik, amit te is már pedzegettél az első részben. Aztán a mások felismerése, és hogyha van közös jövőnk, vagy célunk, együtt kell valamit csinálnunk, akkor rá kell hangolódnunk. Úgy, ahogy te mondtad, csak más szavakkal. És hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, szofisztikáltabb, ahogy te mondtad. De hogy nyilván nem egyszerű. Hát nem. Tehát egy pörgős, szenvedélyes, célra törő, energikus embernek lelassulni, mert egy stabilabb, nyugodtabb, gondolkodó emberrel tárgyal, akkor az sosem egyszerű, most csak hoztam egy példát. Aha, de érdekes, de azt, hogy akkor itt ezt kell. Igen, de az, hogyha együtt akarunk célokat elérni, vagy eredményeket, ez most mindegy, hogy család, baráti társaság, párkapcsolat, munka, értékesítés, vezetői pozíció, akkor azt gondolom, hogy erre érdemes figyelni. És talán nem kell önmagunkból kifordulni, nem kell, hogy mások legyünk, ez azért nagyon fontos, csak azt viszont fel kell ismerni, hogy más embereknek, más embertípusoknak más igénye van, mások hasznosak, másképp kommunikálnak, és hogy másképp lehet hozzájuk eljutni, vagy motiválni őket, vagy eladni nekik bármit. És egyébként ezeken a tréningeken kijön az is, hogyha valaki, mert ugye itt ti átadtok egy tudást, meg nyilván lemodelleztek helyzeteket, de kijön az is, hogyha valakinek például problémája van az adott munkakörben, az adott csapatban, és rajtad keresztül visszajuthat, tehát tud ez oda-vissza működni visszajelzőrendszerként? Tehát te a főnöknek el tudod mondani, hogy egyébként az embered
nem elégedett ezzel, azzal, vagy amazzal, tudnál rajta segíteni így, úgy, amúgy, érted, hogy Értem, csak most nagyon mosolygok, és nagyon gondolkozom, hogy mit válaszoljak, hogy ilyet nem csinálunk. Ja, hogy ezt nem lehet. Ez etikátlan? Hát én azt gondolom, hogy igen. Ha most kimondottan egy disc trainingről beszélünk, ott nagyon sok mindenki jön, tehát jól ráéreztél. Igen, gondolom. Ott kijönnek családi dolgok, kijönnek párkapcsolati dolgok, kijönnek munkában dolgok, de hogyha tényleg a disc trainingről beszélünk, akkor nem tisztem ezeket ott továbbadni, ez tök egyértelmű. Ha meg coaching folyamatról beszélünk, akkor meg teljesen egyértelmű a válaszom, tehát a coaching az egy coaching folyamatok, akár csoportos, akár személyes, ott titoktartás van. Tehát onnantól kezdve én hiteltelen szakember lennék, és talán ki is vetne a szakma magából. Nem problémát megoldunk, meg továbbítunk, hát hanem dolgozunk a helyzettel. Ebben az esetben nem, ez az esetben kompetenciát erősítünk. Értem. Rávilágítunk dolgokra, adunk nekik egy olyan tudást, amit utána ők tudnak használni. Persze vannak olyan folyamatok, amikor a vezető kér föl mondjuk két csoport konfliktusának megoldására, vagy konfliktus helyzetek megoldására egy workshopot hozunk össze, egy külsős moderátorként meghívnak, és akkor ott nyilván ez a munka része, hogy külsősként nagyon nyitottan ezt lemoderáljuk. Tehát, hogy azért van erre mód és lehetőség, amennyiben a megrendelő ezzel akar foglalkozni, és megbíz engem. De hogy ez már azért kényesebb történet. És mi az szerinted, hogyha a saját magadról, a saját kiállásodról, módszeredről kérdezlek, akkor mi az, ami miatt, mert hogy ugye lehet az, hogy te egy csomó mindent elvégeztél, meg tudod, meg mit tudom én, de ennek működnie kell. Hát mi az, ami miatt te ezekben a közegekben szerinted működsz, és jól működsz? És úgy működsz, hogy ezek az emberek típusuktól függetlenül képesek tanulni, vagy képesek megnyílni. Azt hiszem, ezt már említettem, amikor 2 évvel ezelőtt elhagytam a multi céget. Ott nagyon tudatosan készültem erre, és átmentem egy ilyen önismereti dolgon. Én megkérdeztem körülbelül 20 olyan embert, aki körülöttem volt. Ez lehet család, kollega, vezető, partnerek, hogy mondjanak 3 dolgot rólam. Tehát külső megerősítés. Igen, és ami ennek ők látnak, illetve egy mondatot mondjanak, amivel ajánlanak engem a barátjuknak, mint szakembert. És az egy ilyen nagyon jó kis visszajelzés volt, ezt egyébként mindenkinek ajánlom. Igen, ez jó. Hogy ezt csinálják meg, 10-15 embert a környezetükbe kérdezzenek meg. Egyrészt talán az önbizalmammal nem volt gond, de ez egy nagyon jó önbizalom erősítő is lehet bárkinek, meg nagyon jó önismereti út, hogy milyennek látják mások, és hogy milyen erőforrásaik lehetnek, amiben nem biztos, hogy bízunk, pedig ott van. Na mindegy, visszatérve magamra, azokat fogalmazták meg, amik szerintem be is találtak, hogy rengeteg jó szakember van, rengeteg tanult szakember van, zseniális embereket ismertem meg, akiktől én is nagyon sokat tanultam, de hogy alapvetőleg azt gondolom, hogy magunkat adjuk el. Ez akár az értékesítésben is ez van, tehát hogy kell a személyiségünk mindenhez. Amit talán én jól üzemeltetek, az, hogy tudok motiválni, lendületes maradni, és hogy szenvedélyesen foglalkozni emberekkel, és hogy vakon bízni az emberbe, meg a csapatokba, hogy bármit csinálunk, ott lesz eredmény. Tehát, hogy... Ez neked személyesen is ennyire fontos, és ennyire erős a hited benne, hogy nem is állsz úgy neki, hogy nem. Szerintem ezért van. Szerintem ezért van, igen. Tehát, hogy azok szeretnek, vagy azok hívnak engem, azt gondolom, akik hisznek a csapatokban, az emberekben, és kell, hogy valami végeredménye, valami outputja legyen a munkának. Tehát, hogy valami történjen, valami jobb legyen, valami változzon, valami siker legyen. Igen, mindenképp hálás egyébként ez a feladat, mert hogy gondolkodtam azon, hogy megkérdezem, hogy mit látsz, hogy milyenek most az emberek. Tehát, ha nagy általánosságban kérdezem, milyenek vagyunk hangulatilag, képzelésekbe és így tovább, de az már úgy kiderült, hogy neked nem az a dolgot, hogy ahogy már többször említettük, hogy problémákra láss rá, meg arra, hogy nehézségekre, hanem hogy az, hogy így azt mutasd, hogy gyerünk előre, és haladjunk, és mindenképp valamilyen siker jöjjön ki belőle. Tehát ezért mindenképp hálás a dolog, mert mindenképp kifut valahova. Én nagyon optimista ember vagyok, és ezt így is élek, és így is dolgozom, valószínűleg ez nagyon rányomja a bélyegét, és nagyon-nagyon jó látni azokat az embereket, azokat a csoportokat, akik utána nagy örömmel mondják azt, hogy figyelj, megsikerült, meghoztam a döntést, ott hagytam, elértem, váltottam, siker volt. Tehát én ebben nagyon-nagyon hiszek, és nagyon-nagyon bízok ebbe. Ez a töretlen
töretlen elszántságom, azt szerintem itt segít ebben. Más folyamatokban, vagy más igényeknél nyilván más típusú embert hívnak. Értem, persze, hogy nem. Az is megfogalmazódott most bennem így a végére, hogy vajon van-e ebben a, vagy ezen a területen ilyen burnout szindróma, de pont a változékonysága miatt kicsit nehezen tudom elképzelni. Hát most neked 2 év után valószínűleg egyáltalán nincs, de te mit gondolsz róla? Egy konzsuzsa szám jut eszembe. No. Nem mondhatom el mindenkinek, hát elmondom mindenkinek, akkor elmondom neked, hogy most nemrég fogalmazódott meg bennem, hogy rám azért még valami vár az életben. Mm. Tehát ugye vendéglátós voltam, értékesítő voltam, sales értékesítő, coach, moderátor, tréner, nagyon élvezem, amit csinálok, de nagyon még... jó itt, de hogy valami még fog velem történni. Jó, és az olyan jó érzés. Jó, akkor majd visszahívlak. Hogy mondd csak, amikor emlékszel, mikor coachinggal dolgoztál, és most, hogy már amúgy ezt és ezt csinálod, így fog kezdődni, jó? Felírjuk, vagy megjegyzzük? Hát hangban van. Akkor ezt elkérhetem tőled? Persze. Okay. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És további nagyon sok sikert kívánok köszönöm neked. Köszönöm szépen viszont. Kardos Roland, fejlesztő innovátor volt a vendégem ma este, itt a 103.9 Sláger FM-en, a Slágerarcokban. Én Fehér Marian vagyok, most megköszönöm a figyelmüket, és átadom a mikrofont kollégámnak, Habóczki Máténak. Ő hozza a legnagyobb slágereket változatosan egészen hajnali 5 óráig. Én jövök legközelebb is, de maradjanak a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.